Jó napot kívánok! A Google Fonts, vagy Google betűkészlet, vagy Google webes betűkészleteknek a használatáról beszélek ma. Az a honlapnak a címe, ahol lehet válogatni Google betűket, hogy www.google.com/fonts. Ez egy angol nyelvű honlap, úgy látom, hogy ez nincs magyar nyelven. Hát ezzel szerintem most nem lehet mit csinálni, viszont annyit lehet csinálni, hogy egy magyar tesztszöveget, mondjuk azt az árvíztűrű ütvefúrógépet, amely minden magyar ékezetes betű benne van, azt ide a tesztszöveg helyére bemásolom, és akkor itt azzal a tesztszöveggel jelenik meg minden betű, és akkor lehet látni, hogy az ékezetes betű, mondjuk itt ebből kitűnik, hogy itt a magyar ékezetet, ugye ez a betűtípus, ez a Latto nevű betűtípus nem tudja kirajzolni. Ezt itt lehet megváltoztatni a scriptnél. A Latin Extendedre át kell menni, és most már csak olyan betűtípusokat fog mutogatni, ajánlani, amik képesek kirajzolni. Csak ide megint be kell akkor rakni az árvíztűrő ütvefúrógépet. És akkor most mindegyik, amit itt láthatunk, az képes megjeleníteni a magyar hosszú ő meg ű betűt, hát kisebb kivételekkel, mert jól látom, ezt se tudja. Hát mondjuk érdekes, hogy a dölt betűben viszont tudja, itt meg nem. Na jó, hát ez egy ingyenes szolgáltatás, itt nem lehet ipari körülményekre számítani. Azon kívül még érdemes megnézni azt, hogy mire használjuk a betűt. Alapvetően ugye vannak itt a Google találati oldalnál, ezt nagyon jól meg lehet mutatni, ez itt ugye a címsor, tehát vannak címsorra alkalmas betűk, és ez úgynevezett kenyérszöveg vagy folyószöveg, arra is más betűtípus alkalmas. Itt lehet kiválasztani azt, hogy ez a szempont szerint, hogy mire használjuk a betűt, hát hány csoport van itt. Vannak ugye a szerif betűk, aminek talpa van, tehát hogyha mondjuk a sans serifnek nincs talpa, azt most vegyük ki, és akkor igen, tehát itt lehet látni, hogy az A betűnek van talpa, ha csak a sans serifet jelentjük meg, akkor ezeknek az A betűknek nincs talpa, tehát ez a talpas meg a talpatlan betűtípus. A display az, ami legfőképpen alkalmas fejlécnek, tehát ha a többi betűtípust kivesszük, akkor ezek azok a betűtípusok, amik hát ilyen kicsiben nem is, de egy kicsit nagyobba, ezek alkalmasak. Hát ez a Latin Extended, ez úgy néz ki, hogy nem működik itt, ez nem tudja szűrni. Mondjuk ebbe van, de ebbe meg itt hát ugye kitűnik, hogy ez itt Times New Roman-nal van írva, nem azzal a dölt betűtípussal. Szóval ezek azok a betűk, amiket nagyba lehet használni, mondjuk például egy ilyen. Hát ezt illeszteni kell a honlapnak a grafikájához. Persze a talpas betűket is, ez az, a talpas betűket is lehet használni címsornak, de hát az nem annyira alkalmas. A talpatlanok azok inkább alkalmasok, aminek nincs talpa, mert ez messziről egyszerűen látható, nincs olyan sok díszítés a betűk vonalában. Tehát akkor, hogyha az ember mondjuk magyar fejlécz szövegnek keres betűt, akkor itt ugye bejelöli a Latin Extendedet, és nagyon figyeli, hogy az árvíztűrű tűrőben az ő meg az ű betű az azonos betűtípus-e a többivel, vagy nem, mert ezek szerint itt a Google sem jól tudja ezt. Például itt lehet ugye látni, hogy ennél a Janon nevű betűtípusnál, hát ez itt Times New Roman-nal van írva, a többi meg a Janonnal. És ahhoz, hogy fejlécbetűt keresünk, akkor a display és a sans serifet érdemes beállítani, és akkor utána itt lehet válogatni a betűknél. Hát, hogyha valamilyen, ha már tudható, hogy mi a szövege, akkor azt ide be is lehet írni annak a keresett fejlécszövegnek. Tehát mondjuk az, hogy bemutatkozás, az a fejlécszöveg, akkor ez be lehet írni, és mindegyik betűtípussal a bemutatkozás szó fog megjelenni, de érdemes mellé beírni még ide
ő meg ő betűket, hogy lehessen látni, hogy tudja. Hát itt lehet látni, hogy ezt nem tudja kirajzolni, itt ki tudja rajzolni, meg ezeket itt mind itt se tudja kirajzolni, ugye itt látszik a különbség, hát itt, ez itt nagyon erősen látszik, hogy a rövid űbetű meg a hosszú űbetű, az nem egy betűkészletből van. És ugye itt alul még a két angol nyelvű kategória, a handwriting az a kézírás betűtípusok. Hát ha most ezeket mind kivesszük, akkor berakod, ezek mind kézírás betűtípusok, ugye ezek általában nem alkalmas fejlécbetűnek, mert nagyon nehéz elolvasni messziről, rövid idő alatt. A monospaced az pedig olyan betűtípus, amikor a betűk szélessége az nem különbözik, hanem mindig ugyanannyi helyet foglal el, tehát egy vékony pici i betű is ugyanannyi helyet foglal el, mint egy m betű, ami meg elég széles. Hát szerintem ezek sem alkalmasak címsornak, tehát a display meg a sans serif alkalmas, ezek közül lehet választani. Hát itt most 215 fajta betű van. Ez elég sok, ez elég sokáig lehet válogatni azt, hogy mi alkalmas rá. Hát meg kell hozzá valami érzék is, hogy ez passzoljon a honlap többi részével. Egy honlapon nem érdemes nagyon sok betűt használni, mondjuk kétfélét vagy maximum hármat. Többet nem nagyon érdemes. Itt lehet válogatni még vastagság szerint. Ez a slant, ez... Hát ezt én nem megmondom, hogy szintén ez nem tudom mit jelent. És ez meg a vastagsága vitt a betűtípusoknak. Nézzük meg gyorsan a slant mit jelent, és akkor fogjuk tudni ferdeség ilyen, hogy mennyire ferde a betűtípus. Igen, a straight az álló betű lesz, a slanted meg a dőltebb betű. Ugye ez nem a dőlt betűkre vonatkozik, hanem a sima, a normál betűtípus mennyire dőlt vagy álló. És akkor itt lehet szabályozni, mennyire legyen vastag a betűvonala vagy vékony. Hát ezeket nem mindenképpen szükséges használni, be is állítom ide középre. Itt a 215 betű valamennyire végig lehet menni. Ha az ember lejjebb megy, akkor automatikusan betölt még többet, még többet, még többet. De azért mindenképp érdemes kiindulni a honlapon már használatos betűkből, hogy esetleg abból legyen az a honlapon a címsor betűtípus, nem pedig egy újabb betűkészletnek a bevonásával. És akkor, amint itt megvan a betűtípus, akkor mondjuk itt ezzel a pop-out, ezzel a harmadik ikonnal meg lehet nézni nagyobbba is. Így, és akkor itt meg lehet nézni azt, hogy egy-egy karakter hogy néz ki rajta, milyen karaktereik vannak, és hogy néz ki az összes fajta betű. Ugye ebből 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ebből 10 fajta betű van, ugye vastagak, dőltek, mindenféle különböző vastagsággal, meg vékonysággal. Itt meg azt is lehet használni, hogy ez mennyire népszerű, meg ezt összepárosítva más betűtípusokkal meg lehet nézni, hogy néz ki. Hát ennek az alapos kiválasztása az jó sok időt vesz igénybe. Ó, és itt még össze is lehet vele szerkeszteni akár egy egész honlap oldalt be lehet gépelni, de is meg lehet válogatni, hogy melyik betűtípus milyen legyen, ugye itt ki lehet választani, akkor úgy nagyon sok közül megint rászűrve. Hát ez már a bonyolultabb fokozat. Szerintem elegendő itt beírni azt a szöveget néhány űbetűvel megtoldva, amire keressük a betűtípust, és akkor itt a 215 az is elég sok, azok közül kiválogatni, ugye kihagyva azokat, amik tévesen jelennek meg itt a magyar ékezetek tekintetében. Hát remélem ez valamennyi segítséget jelent a betűtípus válogatáshoz a Google betűk közül. Hát minden jót kívánok, viszont hallásra!